Szép jó estét kívánok mindenkinek, Varga Bálint vagyok. Szeretnék egy visszajelzést csak, hogy jól hallatszik-e. Fele kell hangosítanom. Azt mondja a Vivi, hogy jó a hang. Terész, Laci, Sándor, mindenki hallja. Oké. Okay. Ha minden jó, még csak azt szeretném megtudni, hogy van-e olyan aki még nem ismeri a Skyway-t, aki nem hallgatott esetleg valamilyen konferenciát, vagy nem volt valami rendezvényen. Oké, okay, Teréz, köszönöm szépen. A Ma konferenciát úgy szeretném tartani, hogy egy rövid bemutató a Skyway projektre. Na, köszönöm, a László is. <coughs> És elmondom a új információkat, és remélem, mivel magyarul kicsit lassabban beszélek, egy óra, egy belül késznek kellene, hogy legyen. Ahogy mondtam, Varga Bálint vagyok, Horvátországból eszéken élek, több országban dolgozok, mint régióvezető vagyok, Szlovénia, Horvátország, Montenegro, Koszovó és Macedóniára mindenhol aktívan dolgozunk, több mint 35 városba aktívan tartsuk a helyi konferenciákat, természetesen nem minden hónapban, de egy húzba legalább, és most ilyen nyári szünetet tartunk, egy kis pihenés, egy kis házi rendet, rendelés, ma épp messzelés volt nálunk, úgyhogy mindent be lehet osztani, 2016. áprilisban uh, léptem be a Skyway-ba, akkor vettem egy kis csomagot, utána egy-két hónap múlva uh, több beszélgetés után a szponzorvonalommal, a László Szívossal, uh, megismertem jobban a Skyway-t, akkor vettünk egy nagyobb csomagot is, és uh, 2016. szeptemberben elmentünk Berlinbe, Inotrans uh, Kiállításra, ez a legnagyobb világkiállítás, ilyen mindenféle mozdonyok, vonatok, villamosok, és ott meg, megláttam a Skyway-nak a vezetőséget, és megismerkedtem velük, és akkor elkezdtük építeni az üzletet. Most a csoportunkba velem együtt négy top-experte van, és azt hiszem, hogy kilenc expert, most lesz napokban még egy expert, és a, több mint 8000 ember van a csoportunkba. aktívan csináljuk, minden jól működik, úgyhogy megyünk előre. Sok újdonság történik, általában a, a, a új információkat, meg lehet látni a weboldalon is, kapunk e-mailbe is, sok Skype csoport, sok Facebook csoport van, ahol betesszük az információkat, de mindig kell valami magyarázat, én ma elfogadok kérdéseket is a prezentáció közben, ha valakinek esetleg van valami fontos kérdése, nyugodtan írja ide, úgyhogy remélem, hogy tudok válaszolni. Van egy új információ, ami most indul a napokba, egy legmagasabb szint, úgy hívják, hogy Sky Expert, és ezt, aki el akarja érni, annak négy top-expertje kell, hogy legyen. Két direkt, és két még különböző vonalba, az lehet mélységbe is. Úgyhogy <kül> A Skyway Capital tervez nagyon sok évig még dolgozni. Azt majd meglátjuk, ha bevégzik a projektfinanszírozást, az általános finanszírozást, hogy hogy mennek majd a célprojektek, ezt most nem tudunk erről, nincs semmi konkrét információ. Remélem, hogy majd készítik előre. A Skyway projekt, mikor elindult 2014-ben, akkor a Unicki úr, aki indította ezt a projektet, 25 embert befogadott, és így indultak el, mint cégként. És akkor elkezdték keresni a befektetőket. Nagyon lassan ment, mert senki nem akart befektetni ilyen projektbe, ami csak egy-pár kép, meg ilyen papíron volt az egész, de akkor elindítottak három különböző céget, ahol ilyen értékesítési rendszeren ajánlással, aki ajánlta tovább, kapott bónuszt, és ki, ki elkészítettek egy kompenzációs tervet, és akkor elindult a motiváció is, és most már jelenleg az egész világból vannak befektetők, több mint 400 ezer. Ezt a projektet a Junicki 15 fázisra elosztotta, minden fázisban össze kellett szedni különböző pénz ez megvan a webirodában, 15 fázis, angolul meg oroszul, és akkor ahogy indultak az elején, sokkal nagyobb diszkontot adtak, engedményt, úgyhogy az első fázisban adtak 1500 diszkontot, szóval 1000 dollárért lehetett kapni 1,5 millió részvényt. Ez nekünk most nagyon érdekes, de 4 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt akkor még az emberek semmit nem láttak, és ők igazán, akik befektetik a pénzüket, már sok éve várnak rá. A második fázisban egy a 600-al volt, 1000 dollárért 600 ezeret, 2016 17 be 1000 dollárért már csak 150 ezer részvét lehetett kapni, és akkor április 2018, akkor már 90 ezer, részvényt lehetett kapni 1000 dollárért, és 2018 végén 45 ezer. Most mi 13.3 fázisban vagyunk, és 1000 dollárért még mindig 35 ezer részvényt lehet kapni. Ha ezt meglátjuk, ez még mindig nagyon érdekes fázis, mert mégis nem, nem várunk olyan sokat a pénzünkre, és ha el, tudjuk azt, hogy egy részvény, egy dollár lesz a tőzsdén, akkor a 1000 dollárból 35 ezer dollárt fogunk kapni, ha eladjuk a tőzsdén a részvényeket. Ha nem adjuk el, amit én mindig javaslom minden konferencián, hogy legalább nagyobb részét, 80%-át, 90 et akinek több van, hagyja meg és mert ez örökölhető is, és a cég osztalékot fog fizetni. Azt még nem tudjuk, a Maslow múltkor beszélte a konferencián, hogy lesz-e osztalék, de azt mondta, hogy ha jövőre fizetnek osztalékot, a, az idém azt, azt meg tudják majd, hogy hogy áll a cég, de van lehetőség rá, hogy fizessenek osztalékot. Természetesen az nem lesz olyan nagy osztalék. Valaki kérdezte tőlem, hogy mi, milyen az én prognózisom, mit, mit gondolok én. Legkevesebb, ha 100 ezer részvényre, én azt mondtam neki 50 dollár. Bár ez később lehet több száz meg ezer dollár is, de akkor, mikor több célprojekt kész lesz, és már hozza a bevételt, minden nap eladást, a kártyát, a kártyákat mikor eladják, akkor abból lesz majd a bevétel. A Skyway ilyen 400-500 saját projektet akar képíteni a következő 10 éven belül és 4-5 millió kilométert szakaszt. Úgyhogy ez én a Skyway-t számítom egyik legjobb befektetésre, ami, amit megismertem, és hosszú távú befektetés lesz a Skyway, ezt már mindenki tudja. Szóval azok, akik most akartak volna 1000 dollárra gyorsan 6 hónap múlva kapni 2000 et vagy 20.000, azok elkeserednek egy kicsit, mert ez mégis egy valódi projekt. Én minden nap kapok egy-két ajánlatot e-mailben, de fel is hívnak, valami befektetés, ma is volt, tegnap is volt kettő, úgyhogy igazán minden nap legalább kettő, de mikor 3-6 hónap múlva beszélünk, megkérdezem, hogy megy az üzlet, á, az tönkrement, ebből nincs semmi, itt bent hagytam 1000 dollárt. Sajnos az én csoportomban is Szlovéniából befektettek egy forexbe, most egy fél évvel ezelőtt, több mint egy millió eurót, és gondoljátok, hogy mi lett vele. Ha ott maradt az egész millió euró, valamilyen 120 ember összeadta a pénzt, és nincs belőle semmi. Most visszajöttek, most megint skyway most jönnek infóra újból, úgyhogy épp ma írt a vezető, hogy mi újság van, tetszik neki, a SkyWay újból csinálja, és így. A SkyWay egy hosszú távú, mi most több mint három éve aktívan dolgozunk, jól fizetnek, minden oké, okay, minden rendben van, működik. A, tudjuk azt, hogy nagyon sok célprojektre van érdeklődés, több mint 400 célprojektet már beküldtek Minskbe, és több ország, az egész minden kontinensen van érdeklődés, dél amerikában is, Európa, nagyon sok városba, országba. Ezt a videót, amit néztétek itten a Macedónia TV-n, ez most a harmadik műsor, amit felvettünk, és ez többször volt engedve a Macedón TV-n. Ottan beszélgettünk a két projektről, és akkor ezt a tévéműsört is arra készítették el, de még lesz ilyen. Most is hívnak újból, hogy menjek Macedóniába, állítólag 100 befektető vár hónap végén, de úgy beszéltük meg, hogy 300 legyen, akkor megyek, ha nem, akkor ők tartsák meg. Úgyhogy van jó érdeklődés, és ezek általában albánok, akik dolgoznak in Dániába, Ausztriába, Németországba, most otthon vannak, július-augusztusban, és nekik kell majd bemutatni. A Skyway projekt az olyan projekt, ami megkönnyíti az életünket, mert tudjuk, hogy a nagy városokban mindig olyan torlódás van. Néha éjjel, mikor megyek Belgrádba 10 kilométert, az átmegyek 10 percen belül, de nappal megyek, akkor legalább egy óra, másfél óra kell és Budapesten is, Zágreba annyira nem, de már Bécsbe valahova megyünk, szkopjeba ott kisebb város, de ott is rengeteg az autó. És az a gond, hogy túl sok autó van, autóbusz, villamos, minden, és egyszerűen a Junickinek eszébe jutott, hogy építsen, építsen magas egy második, második színvonalat, ahol nem aggatnak a többi autóknak lent, se a gyalogosoknak, bicikliseknek, és így, így, lett, így lett elképzelve a Skyway. Az is jó, hogy 6,5 és fél méter magasan a városba, a városon kívül 15 méter magasságon is, ezek a járművek, a városba 150 kilométert sebességet el tudnak érni a városon kívül, meg 500 km egy órán belül. Na most ezt be tudják mutatni, ők meg kellett, hogy csinálják ezt a projektet, és a 450 millió dollár legalább kellett, ezért kellett ez a 400 ezer ember befektető segítségét kérte a Unitszki, és mi befektettünk a cégbe, a cég elkészítette ezeket a járműveket, Minsk mellett, Marina Gorka, ahol most augusztus 16-án megyünk, ott meg kiépítették, és egy az egybe, hogy pontosan ki lehessen próbálni, bemutatni, megkérni az engedélyt, de legjobban a bemutatásra, mert ide jönnek a miniszterek, meg különböző cégcsoportok, akik meg akarják ismerni ezt a technológiát. Mi is most beszélünk, egy már volt beszélgetés a Skyway capital is, Skype-on, egy befektető csoportba, csoporttal Brazíliából, akik hajlandóak lennének 25 millió dollárt befektetni a Skyway-ba. Úgyhogy lehet, hogy még egy fázist, ha sikerül ez, akkor a unit K elad, és kicsit felgyorsult, mert most még a 14 és 15 fázis maradt. Azt mondta, a unit köz idén mindenféleképpen be akarja ezt végezni, vagy eladja a maradékot a nagy befektetőknek, vagy jönnek ilyen komoly befektetők, akik igazán meg akarják ezt venni. Van még egy, hogyha ezek a projektek most, amit már építünk, majd mondok róla később, Sárgyába, meg Dubáiba, Abu Dhabiba, akkor innen is jön bevétel, és lesz elég pénz, hogy az egész mind a 15 fázist lecsukják, mi úgy mondjuk befejezzük, ugye? Többféle járvány van, most nem mondom el pontosan mindegyiket. Beszélnék egy pár szót a crowd investingről. Ha egy befektető jön és befektet egy projektbe. A crowd investíció az egy ismerő, ismerős investíció. Horvátországban van egy cég, aki ezt tett, készíti azoknak, akiknek van valami projekt, de nincs nekik pénzük. Ez általában ilyen 10-től 50-60 ezer euróig kis projektekről van szó. És uh, már több éve, Japánba, Ausztriába, uh, még Németországba is uh, hol is hallottam, hogy Kínában is. Több országban képítettek épületeket, meg stadiont, meg, meg sport, állítólag a Bécsi sportstadion is így lett kiepítve. Úgyhogy ez egy jó fajta befektetés, csak egy, egy, a rizikó, 90% nem sikerül. Miért? A pénz a véget. Nem szednek össze elég pénzt. Na most ez volt a Skyway-ba is 2014-15-ben, nagyon sokan nem akartak befektetni, mert nem hitték el, hogy ennyi pénzt összeszednek, meg nem hitték el, hogy a Skyway valódi -e lesz. Na, nekünk most már könnyű a munkánk, mert itt vagyunk a 14. lépcső előtt, a 15-től, és most már mi nem csak katalógus látunk, hanem mi már utaztunk is a Skyway Unibusszal, most is fogunk augusztusba, meg láttok, én Sárgyában is voltam itt a kép, ugye? Úgyhogy láttam ezt a projektet, hogy működik és valódi. A Dubai városba is, ugye, a város központba 15 km-t, fognak most építeni, lehet, hogy már el is kezdték építeni. Ezért a crowd investing, nekünk volt szerencsénk, hogy a Skyway egy igazi, nagy és valódi projekt lesz. Mit kell csinálni a befektetőnek? Be kell fektetni és várni, hogy kapjon osztalékot, vagy eladja a részvényeket a tőzsdén. Mondtam, mikor kimegy a tőzsdén, akkor 1 dollár lesz, 6 hónapig a mik kis befektetők nem tudjuk eladni, de 6 hónap után, mikor a piacon lesz egy stabilizáció, utána akkor el tudjuk adni. Ez egy jó, mert lehet, hogy 2 vagy 3 dollár lesz, vagy legalább egy és nem sietnek mindenki elni. Én azt mondom mindig, hogy várjatok legalább egy évet, adjatok el, amit, aminnyi kell, visszaadni a pénzt, vagy kifizetni a kölcsönt, vagy mit tudom én, lefizetni a havi részleteket valamire, de több részt meg kell, meg kell hagyni. Erről mondtam már 15, 15 ugye fázis. Minden fázisban megvan a terv, hogy mennyi pénzt kell összeszedni, és mit kell képíteni. Nagyon sok dolgot már a Unitsky megcsinált előre, úgyhogy fázis előre, de voltak olyanok is, ami nehézség, például engedélyeket, és akkor itten volt egy pár csúszás, de ez, ez minden normális, így, így működik a befektetés. De van. A befektető a Skyway Capitalon keresztül, a GTI, ez az anyacég, aki elkészítette a Skyway-t. Így, így működik nálunk a befektetés. Mi az ára a részvényeknek? A reális ára most olyan 3,5 dollár cent egy részvénynek. 14. fázisban 4 cent lesz, a 15. fázisban 5 cent lesz a részvény. Utána többet nem tudunk vásárolni, csak a tőzsdén, mikor kimegy 1 dollárra. A tőzsdére akkor tud kimenni a cég, mikor befejeződik mind a 15 fázis, és lesz legalább egy 10-15 projekt ami már valamelyik ki lesz építve, már működik, valamelyiket építik, és mikor a cégbe természetesen nem egyedül döntenek, hanem kötöttek már szerződést egy olyan céggel, aki viszi ki ilyen cégeket a tőzsdére, mert nekik van tapasztalatuk, és ő nekik adnak részvényt, úgyhogy nekik is lesz érdekük, hogy jó, jó vigyékeztet ki a tőzsdére is, szervezzék az egészet. Én nem dolgoztam így ilyen munkát még soha a tőzsdére, nincs, sok, nincs tapasztalatom, de így olvasok néha az interneten, úgyhogy kell ott is vigyázni, és nem jó túl korán kimenni, de túl késő se, úgyhogy meg kell pontos azt a az időpontot. Az lesz jó, mikor ilyen cég, ami új technológia, meg ö, ö, ilyen napenergia, szélenergiával foglalkozik, ide szeretnek a nagy befektetők is befektetni, már van igény rá, hogy ilyen 100-200 millió dollárokat befektessenek, de csak akkor, mikor kimennek a tőzsdére. Szóval akkor veszik meg egy dollárért, mikor felmegy 5-10-15 dollárért, akkor meg elad, eladnak valamennyit, úgyhogy ők is kombinálják. Mi kapunk egy certifikátot, egy bizonylatot minden részvényre, amit megveszünk, és ha meg akarjuk rendelni, hogy fizikailag postázzák ki, akkor ilyen 2-5 héten belül 10 dollárért kipostáznak egy darab részvényt. Úgyhogy sokan megrendelik, legyen otthon, be is tudjuk ráháztatni, de a webirodába benne van 6 különböző ilyen bizonylat, szóval szerződés, és akkor befizetési bizonylat, <coughs> eh, certifikátok, meg, meg más több bizonylatot ezt meg lehet találni. Aki cserét részvényt az nem tudod beregisztrálni arra az oldalra, ahol be kellett volna, mert a e-mail cím vagy először nem fogadtál kéne szépen. Igen, oda csak azok tudtak beregisztrálni, aki cserélt részvényt. Mikor elindul a kínálat, tíz, beszélek majd erről később a, a következő szlájdokon és akkor 10 centért majd tudnak vásárolni. Most a Mászló azt mondta, hogy nem tudják még a dátumot, mikor fogják árulni a tokeneket, de valószínűleg, hogy Ecofesten, Minzbe, hogy vagy akkor, vagy akkor mondják meg a dátumot. De a weboldal az működik. Maradjunk még egy kicsit a részvényeknél a osztalékot akkor fogják kifizetni, mies a cég pluszba lesz. Na most 20% a nettó bevétel, az lesz az osztalék kifizetés mindenkinek egy arányba. Szóval aki, ha mondjuk rá osztalék 100 ezer részvényre 1000 dollár lesz, akkor akinek 10 ezer részvénye, az 100 dollárt kap. Akinek meg ezer részvénye van, az meg 10 dollárt. Akinek egy millió részvénye, az tízezer dollárt. Szóval így lesz elosztva. Úgy satszolnak, hogy ilyen három-öt év, mikor már a Skyway lábra áll, lesznek projektjei, az, hogy kint lesz vagy nem lesz a tőzsdén, az most már mindegy, de a osztalékot fogják, akkor már lehet számítani szép osztalékra, hogy legyen már egy jó nyugdíj bevétel is. London is a Tokió tőzsdére terveznek majd kimenni ezzel a céggel. Itt a Unitskew most már 600 magasrangú dolgozója van, meg még 800 plusz mindenféle specialista, mérnökök, úgyhogy növelik a létszámot, működik is jól Minszbe is, Moszkvába, meg most Dubajba. A Juniczkiról annyit kell tudni, hogy 40 évi készítette ezt a projektet, ő neki ez az élete, nem adná el semmi pénzért, és ezt ki akarja vinni a piacra is, meg ezt a technológiát, neki az a célja, hogy ez meglegyen, és még tíz évig akar aktívan dolgozni. Most lett 70 éves, úgyhogy 80 évig akar aktívan dolgozni, igazán sok energiája van, ennyi utazás, ez nem könnyű munka. A Eco Festival a Marina Gorkába az augusztus 17-én lesz, mi 16-án megyünk, 20-án jöjjünk vissza, 18-án lesz vasárnap a, 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 a konferencia, a Skyway Capital konferencia 50 dollárra belépő, Egy lesz valamilyen vacsora is. Úgyhogy aki megy, az vegye meg az webirodába, most még meg tudja venni a jegyeket. Ott nem lehet megvenni, tavaly előtt, mikor voltam a Krisztiánnal, nekünk nem jutott jegy, és igazán ott nem engedtek be, és nem lehetett megvenni. Úgyhogy kellett találni külön uh, kiutat, beutat, és hogy bent legyünk, ott, ott voltunk. hozzá elsők mentünk be de ezt nem, nem javaslom senkinek. A Marina Gorkát még építik, most építik a hatodik szakaszt, már vége fele van, ami 35 és 50 tonna tehert bír el. A befogadó terem van egy kis tó, van itt egész nap, ha odaérünk 10 órára, este 5-ig, 6-ig van mit sétálni, nézelődni, állandóan fényképezni, videózni, úgyhogy mindig érdekes dolgokat készítenek. Kétszer voltam, de szerintem most harmadszor is annyi új információ lesz, meg új ö, é, dolgot fogunk megismerni. A minzbe a gyár ö, már működik, és most építettek egy új termet, vagyis egy, ez egy... Ö, nagy épület, ahol indul a sorozatgyártás, már szeptemberben tervezik elindítani, és a Unibike és a Unicar fogják gyártani. Első sorba a Dubai projektre, de utána a európai projektre és én hiszem már lesznek Európában is az idén meg a jövőre projektek, amit el fognak indítani. Itt a gyárba egyenként csinálják, ilyen 2-5 járművet tudnak legyártani egy hónapba, minden kézi, kézi munka, kézzel csinálják, akkor kiviszik Marina Gorkába letesztelni, megkapni a zengedét, kipróbálni mindent, hogy működik. Most tesztelték a plusz 60 fokon a VIP Unicard, és 20, 20 fok volt bent 6 órán belül, úgyhogy nagyon jól működik, és jól tudják le is hűteni. Tudjuk, hogy a Emirátussal a Skyway kötött szerződést, és ottan már folyik a építkezés. Én most voltam áprilisban, már lehetett látni sok épületet, bár jobban az alapok voltak, de azóta már láttunk sok új képet, hogy felépült. És a közlekedési minisztériummal kötöttek szerződést a RTA, és ezek a járművek oda fognak jutni. Úgyhogy már a unicar e, Unicarra és Uni e, ra is rá tudják tenni az rta ez a minisztériumnak a jele. E, nagyon szépen fog kinézni, mi november végére tervezünk, még egy választ várok a Costa cég, ez a Costa Diadema nagy hajó, akivel fogunk menni. Szervezünk egy hajóutazást. Elsősorban úgy volt, hogy Dubajba megyünk, de sokkal olcsóbb és többet is fogunk látni, ha egy hajóutazással megyünk. Na most én azt kértem, a Kostától, hogy Dubajból induljunk, mert egyszerű Budapest, Belgrád és Zágrából van közvetlen repülőjárat, és ez a három város, ahonnan legtöbben fognak menni, 50 személyre fogom szervezni, de ha nem, akkor Doha, Katar, onnan fog indulni, Isztambulba kell átrepülni, most Budapestről nem tudom, hogy van-e, direkt járat, de Belgrád meg Zágráb, a Isztambulon keresztül ott kell átlépni, átszállni. Ez olyan 800 euróba fog kerülni, a legegyszerűbb szoba, repülőutazás, minden benne van, étkezés, all inclusive a hajón, még a kikötői pénz, olyan 150 euró, az is benne van. Szóval 400 euró a hajó, 400 a repülő. Remélem a napokon ma reggel is írtam ennek a mártinak, aki ezt, ezt szervezi. Kosta az a olasz cég. Én már úgy utaztam a Costa Fasinozával, ez még Costa Diadéma. Úgyhogy egy nap Doha, Katar, két nap Abu Dhabi, két nap Dubai és egy nap egy Omani város. Három ország, és akkor vissza utazás, nyolc nap lesz ez. Dubajba már beszéltünk a Ineta Anjaneval, aki nekünk megszervezi, hogy fogadjanak a Sárcsába, és meglássuk, a Dubajba központba úgy is fogunk menni, hogy men mennek a építkezések. Ha lesz szerencsénk, lehet, hogy már utazunk is, de nem tudom, 6 hónap alatt ez túl sok idő is, de túl rövid is, meglássuk, hogy mennyi, most már csak 5 hónap van oda, <kül> A, úgyhogy el, ezt tervezzük, hogy menjünk, most már vagyunk több mint 30 akik komolyan bejelentkeztek, úgyhogy még egy 20%, azért akkor egy busszal el tudunk menni, meg már, higgyétek el, már le vannak foglalva nagyobb része, már 80-90% kapacitás a hajók, meg a repülők is le vannak foglalva. Univind ez egy kis jármű, ami 150 km megy el. Az én két fiaim is, meg a feleségem is voltak itten, úgyhogy meglássak ők is a technológiát, nekik is vannak részvényük. Most tudják, hogy hol van a pénzük, és mi lesz ebből a részvényből. A UniBike az is egy két személyes jármű és a Unispeed, vagy úgy mondják, hogy Unibus, ami 500 km per óra sebességgel megy, ezzel bemutatva most tavaly Berlinbe, és nagyon érdekes jármű, most készítik a pályát Sárgyán neki, ahol fogják tesztelni, és az idén kellene, hogy meg is kapja az engedélyt, hogy mehessen 500 km -re. Ő tud 600 km is menni, de 500-ra fogják kérni. A technológia érdekes, hogy itt a motor, a kerék és a fék. Így nagyon kevés energiát használ. Nem mondtam, hogy minden jármű elektromos, szóval nincs uh, dízel, benzin, gáz, minden elektromos. <kül> El tudjuk képzelni, hogy ilyen 4-500 kilométert egy órán belül átmenjünk, ez majdnem olyan gyors, mint a repülő. 2000 kilométert egy olyan 5 óra alatt lehet számítani, szóval elmehetünk akár Barcelonába, vagy Lisszabon, Portugáliába, vagy arra India fele, itt 2000 kilométert. Nagyon szép volt beülni, kipróbáltuk, nem utaztunk vele sajnos, de ahogy majd lehet. Repülő minden nap megy Dubajba, úgyhogy majd ha kell, akkor beülünk egyszer repülőbe is, elmegyünk és kipróbáljuk. Ilyen állomásokat tervezünk Skopjeba is építeni, mikor beszéltem legelőször a polgármesterrel, akkor ezt tetszett neki legjobban, mert Skopje nagyon ö, olyan zsúfolt, kevés hely van a városba. Ők 150 millió eurót akartak befektetni, már 10 éve szedik a pénzt a villamosra, de akkor mondtam nekik, hogy nálunk Eszéken most ünnepelték két hete, 135 évet, hogy van villamos eszéke. Most egy 135 éves technológiába akarnak befektetni, vagy olyanba, ami most jön új. A Skyway teljesen új, lehet, hogy, na, most már tudjuk, hogy Dubái lesz az első, de legyen Skopje Macedónia második, és ez nagyon tetszett a Skopjei polgármesternek, úgyhogy azt mondta, hogy ő már lát még egy projektet, erről beszéltem itt a, neve a TV műsoron is, és azt mondta, hogy a repülőtérről a központra, ott is kell, az, az még plusz 22 kilométer, és ez a villamos, a, ahol mi terveztek, 150 millió euróba kerülne, csak 15 kilométer. Én mondtam, nekünk legalább fele ebből meg lesz egy teljesen új technológia. Úgy most már a harmadik lépést tettük meg Szkopjeva, még várok tőle valamilyen adatokat, úgyhogy megyünk, haladunk itt is előre. A Skyway 17 világkiállításon volt, Ausztrália, Indi, India, Indonézia, Vietnám, Moszkva, Minsk, Berlin, Izrael, Dubai, most már nem mennek. Most már nem kell nekik menni többet, most már megismerte a világ, természetesen biztos, hogy Berlinben még mennek, meg még máshova is, de most nem, nem, fontos, mert ismerik már, és most már kérik mindenki, már nézi Dubajba, hogy működik. Itt voltunk Sárgyan, ez Dubajtól olyan 57 km volt a központtól, és itten kaptak földet, ahol építik a 25 km szakaszt, ami 500 km-re lehet menni a Unibusszal. Ez ilyen teszt és komerciális szakaszt lesz. Itt lesz egy innovációs központ is, és a Unicski tervezi, hogy itt tanuljanak majd a, a tanulók, itt tanítsák meg őket, hogyan kell csinálni ezeket a tervezőt, meg építkedni, mert hosszú távon százezer embert akar, ha százezer embernek akarnak, akarnak, adni munkát a Skyway-ba. Azt mondják, aki Dubajba volt, és nem nézi meg a Burcs Kalifát, meg Burj Al-Arab Hotelt, akkor az nem volt Dubaiba, úgyhogy el kellett menni. Oda is hat napig voltunk, hoztam homokot is innen a, 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 a építkezésen, ahol voltunk. Ez a külseje, belseje, meg azt már ezeket a képeket sokan látták. Folyik az építkezés, ez lesz az állomás, és itten, ezeken az oszlopokon, ez közel van, azért, mert 35 meg 50 tonna Unicont konténereket a hajóról fognak ide ö, szállítani. A faház is épül, most már szerintem, most nem kaptunk képet, már egy-két-három hete biztos, hogy előre haladtak. Éjjel dolgoznak most, mert nyáron 50-60 fok is szokott, szok lenni, azért megyünk mi novemberbe akkor nagyon hideg lesz, plusz 25-27 fok, úgyhogy vigyetek majd kabátot. És azt mondják, hogy nagyon ritkán esik az eső. Mi első nap, mikor jöttünk, akkor esett az eső. De utána már aznap is ugye lehetett fürödni, meleg volt. Akkor is 25, 32 fok volt hétfőn, mikor mentünk hazafele. Voltak a Skyway-esek is, valami 42-en, elmentek, találkoztak a Unitsky úrral is, és figyelték, a, hogy haladnak. Most nem mondom ezt a technológiát, hogy a homokban hogy készítik, -e, ha valakit majd érdekli, majd elmondom külön, de teljesen más milyen az építkezés ottan, mint például nálunk vagy Minzbe. Mert le kell tenni sokkal mélyebbre, meg a vizes homokba építenek, nem csak a szárazba. Itt látjátok a nap, napenergia, napelemeket, ami fogják generálni a villanyármat. RTA hivatalosan bemutatta a saját weboldalon, hogy kötöttek szerző, memorandumot a skyway jal Skyway-nak nyitottak egy leányvállalatot, amit úgy hívnak, hogy Skyway Green Tech. Több mint 15 célprojektről írtak memorandumot, azt mondta Unitskian, 30 milliárd dollár értékébe, csak Emirátusba. Mikor a minisztérium elfogadja, megköti a szerződést, akkor a sejknek ezt bemutassák. Most 7 projektet mutattak be neki, ilyen 3-tól 7 percig tart egy projekt. Mind a hetet aláírta, nekünk szerencsénk van, hogy a Skyway-t is aláírta, és tetszik neki is, meg a fiának, úgyhogy megyünk előre, csináljuk. <kül> Sheikh Abdel Karim al -Mosu. Ez a iráki sejkkel kötött, most nemrég a SkyWay szerződést, itt a Junitski írta alá, úgyhogy Irakba is lehet, hogy nem sokarra építkezünk. Abu Dhabi projekt az is, ott most tudjuk, hogy van ez az okosvárosok, Smart City, meg van még egy projekt, amik 60 kilométer ez a hipersebességet fogják majd építeni. Majd megtudjuk, hogy hol lesz, és akkor novemberben el tudunk oda is menni legalább. Lefényképezzük, hogy milyen most és milyen lesz utána. <kül> Ilyen nagyon szép városokat fognak majd képíteni. Ez nem a Skyway-nak a terje, de nekem tetszik ez az épület. Ez csak azt, azt szeretném mondani, hogy a megyünk előre. A világ változik, és egyszerűen a Skyway követi ezeket a divatot, és épít, építkezik ilyen ilyen épületeket is. Ezek a projektek a Emirátusba, most tudjuk, hogy a Szaúd Arábiába is, a Katárban nem tudom pontosan, de Omanba is már elkezdték a beszélgetéseket, úgyhogy készítik oda is a projektek. Nagyon sok projekt érdeklődés van, mondtam, Dél-Amerikába, Brazil, Uruguay, Peru, Argentina, Törökországba, Macedónia, Szaúd-Arábia, a Svájci projekt, azt majd a Laci intézi, Németország, Olaszország, Kazaksztán, estonia, úgyhogy van nagyon sok országban. A Dubai, ez a központ, Dubai, ide is fogunk menni, a Dubai Molba. Ottan voltam most kétszer, ez egy kis uh, ilyen centrum, úgy mint uh, lehet mondani, egy város része mert ha egy hétig megyünk, nézzük a boltokat, lehet, hogy akkor sem lássuk meg mindent. Ez, a, ez óriás, ez a legnagyobb bolt, amiben voltam a világon. Bár Manchesterban is volt egy óriási, de ez, ez, igazán egy, ez akkora, mint fél leszék, ez a, ez a Dubai Mall. Az nagyobb. Van Emirates Mall, meg van még egy harmadik ilyen nagy. Ezek kisebbek. <coughs> A Jumeira itten fog meg ez a Down Dubai, itt valahol lesz ez a 15 km szakasz, itt fogják építeni. Skypod, Brenn nevű, 21 állomás, 15 km és 8400 szemét minden órába át tud vinni. Ez nem a Skyway, de ez a, ebből a hét projektből, amit a sejk aláírt, amit megengedett, hogy építkezzenek, azért jó ottan, mert egy ember dönti, aláírja és megy. Nálunk a politikusok, mindig van az a másik fele, aki nem engedi, akár akármilyen jó projekt van, de nem ők ajánlták, és akkor nem akarják engedni, és ezért nálunk mindig veszekednek, és nem mennek előre. A sejég azt mondja, ezt felépítsük, és hónap kezdik építeni. Hónap hozzák oda az építkezési engedélyt, nem egy év múlva, vagy két év múlva, hanem holnap. És akkor ez jó, szépen működik. Ez egy híd lesz, bicikli és gyalogos híd, amiért el fognak utazni Dubaiba. És a Dubai megy előre, és csinálja a Turizmust. Ezért kell nekik itt a Jumeirah Central, ahol fog menni majd a Skyway Jumeirah. -e. Úgy tudjuk, hogy öt helyen építkeznek a világon. Most a Junicki úr nem, nem meri elmondani, még nem indul az építkezés, úgyhogy nem sokára. Én az idén azt gondolom, hogy lesz legalább 10, jövőre még egy 10-15, és akkor már erős lábokon áll a Skyway, és akkor minden lehet. Akkor már tudják készíteni a tőzsdét is, meg lesz nekik pénzük is, lesz osztalékra is. Úgyhogy azt mondja a Sándor barátom Siklóson, hogy lesz mit aprítani a levesbe. Hogyan lehet investálni a Skyway-ba? Ezt csak egy pár képen megmutatom. Most, ahogy mondtam, 1000 dollárért 35 ezer lehet kapni, ha egyszer kifizessük, ez a Inotrans csomag. Ha másodszor 42 ezer, harmadszor, negyedszer, ötödszor, tízedszer, 50 dollár. A gyerekcsomagok, Szóval olyan, akinek mi, van olyan gyerekünk, unokánk, aki még nincs 18 éves, ütet be tudjuk vezetni a mi webirodánkba, egy személyigazolványjal, vagy egy anyakönyvi kivonattal, és akkor veszünk rá 65 dollárért 9 hónap lefizetéssel 20.835 részvény, vagy 150 dollár, 9 hónap, 49.540 részvény. Premium csomagok 25.000 dollár túl 1.325.000, egész 50, 100 és 150.000 dollárig, amiért 9 millió. Higgyétek el, hogy vannak ilyen befektetők, akik mostanában is vesznek. Én épp várok egy ilyen, hogy jelentkezzen, úgyhogy van ilyen is akkor 500 dollár havi részletre 215 ezeret kapunk, 1000, 2500 és 5000 ezek a havi részletre mind 10 hónapra mennek. A kis csomagok 25 dollár havi részlet, ez épp ilyen mindenki, majdnem mindenki ki tudja fizetni, 10 hónap alatt 250 dollár, 6250 részvény. 50 dollár havonta, 14 ezer, 100 dollár havonta 33 ezer, és 200 dollár havonta 72 ezer részvény. Ha az első két részletet kifizessük egyszerre, akkor kapunk még bónuszokat. Itt 2000-et, 1500-et vagy 250 bónusz részvényt. A táblázatba is lehet vásárolni 15 dollárt, 30 dollártól, egész 150 ezer dollárig, ha valaki itt akarja megvenni a csomagját. A tokenokról, na most én beváltottam 100 ezer részvénydül 2000 tokent, azt gondolom, hogy eltévedtem, gondolom, hogy nem volt érdemes, de beváltottam, hogy legyen, azért, mert a 100 000 részvény az most láttátok, hogy majdnem 3000 dollárba kerül. A 2000 token meg, ha most 10 centire elkezdik árulni, akkor az 200 dollár lesz. Úgyhogy lehet, hogy nem jó csináltam, vagyis biztos vagyok benne, hogy nem jó. Nem is ajánltam én ezt a senkinek, hogy megcsinálják, de mivel van a feleségemnek is, fiamnak is, számlája, akkor úgy döntöttem, hogy egy számlán beváltom a token. Mikor lesz a tokenból pénz? Ez kriptovaluta. Így néz ki a webiroda. Ez a weboldal account.svg.io és itt meg lehet látni, hogy egy token 10 cent, és mikor eladnak 60 millió tokent, akkor 15 cent lesz. 125 millió token után 25 cent, és így, mikor 48, ez 60, ez olyan apró, hogy én sem látom, a 28, 18, 300, ez 480 millió token, akkor lesz 1 dollár. Ha valaki, 0-300 dollárig vesz, az nem kap bónuszt. 300-500 dollárig kap 3% plusz tokent, 500 tól 1000 5 ot és akkor így felfele egész, aki 1 millió dollárért befektet, az kap még 50 toként Itt ez a szürke azt mondja, hogy vegyetek tokent, ez még mindig szürke. Ez mikor lesz kék, azt mondta a Maslow, valószínűleg a festen és akkor tudunk ö, venni tokent. Ez egy külön webiroda van, semmit még nem mondtak, hogy a szponzorok kapnak egy jutalékot, én szerintem nem, én szerintem ez mindenki saját maga meg tudja majd itten venni, össze lesz kötve a webirodával, úgyhogy ez van. A tokenokkal akarják ö, fizetni az új célprojekteket, és akkor tokenba is kapják, kapjátok, kapjuk, majd a osztalékot. Az a jó, hogy a token az már lehet, hogy jövőre, de bár azt mondták, hogy 2021-re terveznek kimenni a tőzsdére. Hogy nézzem, itt, nem írtuk. De most a webirodában van erről. Épp ma olvastam én is, bővebben információ, úgyhogy nem mondja duplán, mindenki el tudja olvasni a hivatalos információt, hogy mi lesz a tokenekből. Bár olyan tokenek is felmentek több száz dollára, ami, ami, mögött se arany, se projekt, mert semmi nem lett. Lehet, hogy nem lehet, hanem biztos, hogy felmegy, több dollárra, vagy igen, dollárra, de azt most senki nem tudja, hogy mikor és hogy mennyi lesz. Még túl korán van. Az a jó, hogy 10 dollár centér lehet akár 100 dollárért. Lehet 10 dollárért is már tudtok venni 100 tokent. És ezt el kell felejteni, egy pár év múlva kivenni, és akkor meglássuk, hogy mennyi. A tokent a tőzsde mindig el lehet adni, azonnal. Egy-két kattintás a Hitbit-et, vagy Binance vagy Bitrex vagy valamelyik, most már van több mint 220 tőzsde, kriptotőzsde. beváltjuk dollárba, bitcoinba, euróba, forintba, bármibe. Szóval a célprojekteket, szolár, meg a napenergiát, ekoházakat, szigeteket, műszigeteket, blockchain platformát, és a HOMOSZ-t fogják elvel finanszírozni. <laughs> uh, igen, uh, Sándor uh, még mindig uh, még nem lesz uh, a eladás, addig addig nem tudnak azok regisztrálni. Azért nekem van webiroda, mert beváltottam a 100 ezer részvényt, lehet, hogy egy nap sírni fogok érte. <laughs> De én a részvényben nagyon hiszek, a részvény az részvény, az 100 000 dollár lesz a 100 000 részvény, minimum onnan fog indulni. Hiszek, hogy lesz rengeteg célprojekt, ami viszi majd előre eztet, az egészet, növekszik a bevételés és a osztalék. Úgyhogy <kül> Így van. Van-e még valakinek esetleg valami kérdése? Én itt a közben nézem, hogy mit van még itt. Hát, nagyjából ezt elmondtam. A, ezt a novemberi hajóutazás, ezt majd kihirdessük aki tud eljönni, meg aki akar egy kicsit nyaralni is, pihenni is, meg a sárgyába ott biztos, hogy már tudni fogunk majd utazni ezekkel a járművekkel. Nem tudom, a Unibus 500 km, hogy az abba megengedik-e, de a Unibike, a Unicar, Unikonban nem mehetünk, az teher, Ebben ebbe majd tudunk majd utazni. Kinek kell jelentkezni? Ha majd nekem, majd elkészítem, csak megkapja most, hogy tudjam, hogy a Dubajból vagy Abu Dhabi, a Dohából indulunk, és akkor onnan majd csináljuk. Ha <kül> webbirodában csak egy örökös lehet megnevezni, e többet szeretnék, azt hogyan tudom kivitelezni. Hát ez sem nem örökös, hanem ha nekünk valami bajunk lenne, akkor aki oda beírtunk, az, az tudja intézni a, a saját dolgunkat. Az öröklős az úgy fog működni nálunk legalább, ami a közegyző, mikor megcsinálja a hagyatéki tárgyalást, akkor aki örökölte, oda be fogják írni, és azt a hagyatéki tárgyalási bizonylatot, hogy mondják, azt a papírt, azt kell majd elküldeni a skyway be és akkor át fogják írni. Jó, akkor én is köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hónap végén azt hiszem, hogy megint az a másik péntek, két hét múlva péntek, akkor terveztem még egyet, inform, ahogy összeszedem az új információt, majd jelentem. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Varga Bálint vagyok. Én is felvettem.